Míg más színházakban elbocsátások és fizetéscsökkentések voltak a Covid miatt, addig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház stabil gazdasági háttérrel rendelkezik. Ezzel a megnyugtató gondolattal kezdte az évadnyitó társulati ülést a direktor. A járvány miatt elmaradt előadásokat 16 alkalommal pótolták, ezeket 11 ezer néző látta. A nyáron bemutatott vendégelőadásokat pedig 4000-en tekinthették meg. Mindemellett az infrastruktúrális fejlesztések sem álltak meg, ennek legnagyobb eredménye a Színbád, amely egyre népszerűbb a városlakók körében is. Kérják Robert kiemelte, 30%-kal több bérletes nézője van jelenleg a színháznak, mint 2016-ban volt, ez pedig minőséget követel a társulattól a következő évadra is. A mostani évadnak különlegessége, hogy nem 5, hanem 4 nagy színpadi bemutatót tartunk. Nagyrészt azért döntöttünk így, mert szükség van az előző évadban bent ragadt előadásoknak a kijátszására, illetve anyagi megfontolásokból is. Az első nagy színpadi bemutatónkat most szombaton láthatja már a közönség. A premier közönség, ez a Legénybúcsú. Szente Vajk írta, Nagy Sándor rendezte, ezt követi majd október 26-án Kurázsi mama és gyermekei, Keresztes Attila rendezésében Pregicer Fruzsina főszereplésével, majd az Idétlen időkig nagy sikerű musical következik, amit a legtöbben a Bill Murray főszereplésével eljátszott vígjátékból ismerhetnek. Ez most egy zenés változat lesz, és Horváth Illés fogja rendezni. Majd az utolsó bemutatónk az augusztus Oklahomában Szikszai Rémusz rendezésében. A Duna TV a 2021-es szilveszteri műsorát a Móricz Zsigmond Színház saját színészeivel és néhány vendégművész közreműködésével fogja felvenni novemberben. Ez nem csak hatalmas szakmai kihívás, óriási megtiszteltetés is a teátrumnak. Ezt az elmúlt néhány évadnak az előadásaiból fogjuk összeválogatni, tulajdonképpen 3-4 perces jelenetek lesznek leginkább zenés kategóriában. Folytatódik a Lázár Ervin program is, ennek keretében a Szaffi című előadást 12 000 gyermek láthatja majd ingyenesen. Ez 33 plusz előadást jelent a színháznak.